Az igazi pedagógus a személyiségével és a személyes példaadásával nevel, ahogy Einstein is mondja. Nekem nagyon tetszik ez a gondolat, mert úgy tapasztaltam az élet folyamán, hogy ez egy nagyon nagy igazság. Természetesen a pedagógiai és szakmai felkészültség elengedhetetlen, mert mit ér a szaktudás nélküli személyes alkalmasság, de fordítva is így van ez. Békeffy Zsuzsa személyében, egyéniségében, csodálatos összhangban mindkét alapfeltétel megtalálható. Őnála az egyéniségéből sugárzott valahogy a matematikának a tisztasága, a pontossága, a logikussága. Azt éreztük nála a matematika órákon, hogy minden egyenletnek van megoldása, még akkor is, amikor mi szentül meg voltunk győződve az ellenkezőjéről. A művészetek iránti fogékonysága, az élet egyéb területei iránti nyitottsága pedig nagyon fontos útjelző táblák voltak számunkra. Valahogy azt üzente nekünk, hogy az élet egyenleteire is van megoldás. Békeffy Zsuzsanna diákjait épp úgy terelgette a zene, a képzőművészet irányába, mint az izgalmas matematikai problémák felé. Amióta az eszemet tudom, én mindig tanár akartam lenni. 4 gyerekes családban nőttem föl, szüleim, édesapám református lelkész volt, édesanyám orvos volt, de mindig úgy emlegettek engem pici korom óta, hogy te néptanító vagy. Volt egy olyan matematika tanárom, aki azt mondta, hogy bizonyos matematikai tananyagokat a lányok sose érthetnek meg, és olyan nincs, hogy egy lány ezt megértse. És valahol, most nem azt mondom, hogy dafke, de hát ez fontos motiváció volt 18 éves koromban. Senki, egyetlen egy diák se volt, aki azt mondta volna, hogy eltörölni a matek érettségét, és még az is, aki 2-es, 3-as volt, az is azt mondta, hogy nagyon sok mindent tanult ebből a tantárgyból, mert itt mindig világosan látta, hogy mennyit tud. Minden matematika tanár, én szerintem azért megy erre a pályára, mert ő neki könnyen megy. És a tanítványaink nagy része pedig pont nem ilyen. Tehát azt én honnan tudjam, hogy miért nem megy neki az jól. Igyekeztem odafigyelni a hibák eredetére, tehát nem minősíteni a gyerek hibáját, hanem miért hibázik. '69 óta vagyok ebbe az iskolába, 2007-ig hivatalosan, és hát itt zajlott az életem. És tényleg azóta már az épületet felújították, egészen más körülmények vannak, más diákok, a diákok közül már csak nagyon keveset ismerek, de hát a szívem az ide húz mindig, és nagyon érdekel most is, hogy mi történik az iskolában.